Szűz, október első fele. Na, nézzük az októbert, megnézzük az energiákat. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív energiákat nézzünk, pozitív dolgokat, tanácsot. Nos, a diadal szekér, milyen erős ez a kezdés, és ez a legelső lap, tehát kihat az egész kirakásra. De csodálatos! A diadal szekér, a győzelem, a győztes a szűz lesz. A nehézségek után jön a győzelem. Ugye a szeptember nagyon szurósra sikerült. Valamitől meg kell szabadulni, a nehézségektől, a problémáktól sikerülni fog. Határozottan. A lényeg nagyon-nagyon fontos. Nekünk kell irányítani ezt a szekeret, ezt a diadal szekeret. Tehát kézbe kell venni a sorsunkat, az életünket. Nem szabad hagyni, hogy mások beleavatkozzanak. Tehát ez az én életem, majd én eldöntöm. Én tudom, hogy merre akarok tartani, merre akarok haladni, mi a jó, mi a helyes. Ez nagyon fontos. Nem kell nézni, hogy mások hogyan cselekszenek. Mit tesznek, hogyan. Majd a szűz döntse el. Megyünk tovább. Elixír. Ötös. A hátunk mögött az elixír, az maga a kelyhek, vízenergia. Tehát a hátunk mögött lesz a szomorúság. Kész. A bánat. A keserűség. Ha netán valami vagy valaki nagyon-nagyon elkeserített minket, akkor jönni fognak az új lehetőségek. Az új lehetőségek itt vannak. Ez a kártya, a diadalszekér mutathat akár utazást is, például utazhatunk a vízhez, úgymond, a tengerhez, egy tóhoz is. Autóvásárlás is lehet itt, nagyon jó. A végítélet, ó, de csodálatos! A plutói energia, jaj, de csodálatos! Valami véglegesen meghal az életünkben, és valami újjá fog születni. Tehát valamitől vagy valakitől megszabadulunk, nem hiába jöttek azok a kardok, valamitől vagy valakitől határozottan meg kell szabadulni. Valamilyen nehézségektől, valamilyen toxikus dologtól. Jó? És ez maga a feltámadás. Ez karmikus kártya, ez maga a feltámadás, ez maga a végítélet, ez maga a főnix madár. Hamuig leégni és újjászületni. Ez új esély. Ez kiút a zsákutcából például. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon gyakran, amikor kijön ez a kártya, az ember maga felébred és rájön, hogy milyen az életem. Tényleg így akartam élni? Ez volt az álmom? Ez volt a célom? Erre vágytam gyerekkoromban? Ez legyen a szakmám? Nem. Hát akkor itt az idő változtatni. Ez olyan, mint a vekkel, ez csörög, felébreszt minket, hogy ébredj fel. Még élsz itt és most, lehet változtatni. Jó, valami ugrik ki, akkor ezt is kivesszük. A pálcák, a botok, az ász. Ó, de jó kis tűzenergiát kaptunk, az akarat. A tűzenergia nagyon fontos, hogy itt legyen velünk ebben a másfél évben mindenkinek, a karmikus csomók miatt. Erről van külön videóm. Tehát ez maga az ász, ez maga a kezdés, ez maga az akarat, a tűzenergia. Ó, ég itt a vágy, valamit elkezdeni, akár az egész életünket újra kezdeni. Kész. Tiszta lappal kezdeni, egy új forgatókönyvet írni. Itt az esély, ez maga a varázspálca, hogy élünk-e vele, vagy nem. A lehetőség az itt van.
ez lehet egy új munka, ez lehet egy új párkapcsolat, az egész életünk itt van. És a főpapnő, tehát ez a védés, az egyik védőkártya, a főpapnő. Tehát a fenti erők védenek minket. Határozottan. A titok például ide tartozik, a titok is. Valami kitudódik. Az jó, ha valami kitudódik. Valamit megtudunk, az jó. Milyen érdekes. Például ez a kártyához hozzátartozik a terhesség. Lehet, hogy valakinek ez nem adatott meg, nem sikerült a gyermekáldás, akkor most a fenti erők segíteni fognak. Hát itt sok minden lehetséges. Megyünk tovább. Nos, és az ördög. Na most, az ördögnek van pozitív oldala. Van. Érdemes ilyen kicsit ördöginek lenni, ördögfiúnak vagy ördöglánynak lenni. Az egót egy picit muszáj előtérbe szorítani. Ne csak mások mindig legyenek az első helyen, hanem én is. Én is. Az ördögnek van pénze, van hatalma, van tekintélye. Tehát itt pozitívumot nézünk, nagyon jó. Tetszik nekem, főleg a sok kart után nagyon tetszik nekem ez a kis ördögi energia. Kell. Tehát nem szabad hagyni, hogy nos, elnyomjanak minket, kihasználjanak, manipuláljanak. Nem, attól meg kell szabadulni. Lehet. Vagy megszabadulni az ördögi láncoktól. Bármi lehet az. Megszabadulni az ördögi láncoktól. Legyen az alkohol, legyen az egy toxikus párkapcsolat, legyen az hitel például. Tehát az is egy ördögi lánc. Oda vagyunk láncolva a bankhoz. Nos. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Na, egy picikét megnézzük. Például pengék, a lovagja. Ez a kártya, levegő energia, tehát a penge az maga a kard. Mit mutathat? Hát, veszekedést, konfliktust mutat ez a kártya. A pletyka, ugye a penge, a kard, minden, amit mondunk. Tehát a szavak, a beszéd, az írás, az ide tartozik. Itt dobálózhatunk ilyen csúnya, fájdalmas szavakkal. Megyünk tovább. A nap veszélyben lehet a boldogságunk. A boldogság. Mi lehet itt még? Érmék négyes. Vigyázni kell a pénzünkre. Valamilyen üzlet, vagy kölcsön kérnek tőlünk pénzt. Nem biztos, hogy megkapjuk. Óvatosan. Vagy jöhet hirtelen, váratlanul egy nagyon jó üzleti ajánlat. Óvatosan. Jó? Aludjunk rá egyet. Mert egyébként a nap... ez nagy pénz. És van pénzünk, mert az ördögnek van pénze. Van. Tehát itt egy nagyobb összegről lehet szó, nagyobb összeget veszíthetünk. Legyen az akár tőzsde, akár szerencsejáték, akár kölcsön, tehát bármi. Jó. Pengék királya. Megint itt vannak a pengék, a lovag, és itt a király. A király. Igen. Nos, hát ezek a személyek nagyon gyakran lehetnek vagy ikrek, vagy mérleg, vagy vízöntő. Ez lehet egy fiatalabb. Ez viszont, hát 50-en felül mondjuk. Akár hölgy is lehet. Mert itt az energia fontos, jó? Ők
esetleg belevihetnek minket valamilyen rosszba, vagy pletykálnak a hátunk mögött, kibeszélnek, vagy velük fogunk háborúzni. Az örökségért, a naphoz hozzátartozik az örökség, a nagypénz például. Egyébként ez a király, ez lehet ügyvéd is. Lehet, hogy ügyvédet kell váltani. Ügyvéd, jogász, orvos. Lehet, hogy orvosváltás itt szükséges. És megint pengék, és itt a királynő. Jó, ezekre a személyekre figyeljünk csak oda. Ez lehet egy házas pár. Itt a királynő, itt a király. Óvatosan. Óvatosan. Na most erre a királynőre szokták mondani, hogy ő az a bizonyos anyós, aki megkeseríti az életünket, a mindennapokat, aki mindenbe beleszól, belekotnyeleskedik. Tehát ilyen típusú hölgy lehet itt a levegőben, levegő energia van itt. Jó? Egyébként a kard, vagy a pengék, ez ugye a levegő energia, az internet ide tartozik. Tehát ott az interneten mehet a szurkálódás, a csúnya beszéd, a csúnya írás. A közösségi médián. Ott lehet ilyen dolog. Nos, pálcák, hármas, ez botok. Tűzenergia. Tehát ez maga az előrehaladás. Viszont ezek a személyek megakadályoznak minket. Nem akarják a sikerünket. Egyébként erős személyek. Tehát ellenségnek. Ó, ezek nem jók. Tehát erős ellenség. Tehát a szívükre nem lehet hatni, nem lehet kompromisszumot kötni. Olyan is lehet, hogy lehet, hogy pont ők felnyitják a szemünket. Kijózanítanak minket, hogy figyelj ide, hogy kihasználnak, figyelj csak. Nos, plusz információ, igen, 8-as kelyhek fejlődni akarunk. Valamit, vagy valakit tényleg a hátunk mögött kell hagyni, és új életet kezdeni. A 8-as. Valamit ott hagyunk. Még hogyha ezek a kelyhek, itt vannak ezek a kelyhek, az ilyen stabil életet biztosítottak nekünk, de valamiért mégsem tudunk ott már fejlődni. És viszont ez a kártya azt üzeni nekünk határozottan, hogy fejlődni akarunk. Tehát nem áll meg az élet. Érdemes hátat fordítani akár a környezetünknek, akár a családi otthonnak. Lehet, hogy épp ideje otthagyni a szülői házat valakinek, viszont anyuka és apuka még ellenkezik, hiába az a gyermek már 30-40 éves is akár. Ilyen is van. Ugye? Nagyon gyakran. De a hátunk mögött kell hagyni valamit vagy valakit, még ha nehéz is, még ha fájdalmas is lehet, mert a kelyhek ugye érzelmek, lehet ez fájdalmas dolog is, viszont ott lesz a nap felkelte, ott lesz, és akkor világosan fogjuk látni a helyzetet, hogy jaj, de jó, hogy ezt tettem, hiszen ilyen karmikus kártyát kaptunk, ott a végítélet, az új élet. És nagyon gyakran ahhoz, hogy új életet tudjunk kezdeni, a régitől meg kell szabadulnunk. Nem hiába annyi sok kard jött nekünk, és itt a negatívumon is azért itt vannak a kardok. Valamitől vagy valakitől meg kell szabadulni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!